Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Die Bavalzer Kirmes hat eine 10-jährige Tradition. Auch in diesem Jahr haben die Dorfverwaltung und die deutsche Selbstverwaltung ein buntes Kulturprogramm für die Besucher vorbereitet. In dieser Sendung stellen wir die Höhepunkte der zweitägigen Veranstaltung im Dorf vor. Die Kirmes hat in Bavalz eine lange Tradition. Am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung stand die ungarndeutsche Kultur im Mittelpunkt und die Besucher konnten im Schwäbischen Hof ungarndeutsche Tänze sehen und Blasmusik hören. Das ist ein kleines Dorf, Bavalz, Bavalz. Es befindet sich zwischen Mohács und Pécs. Und hier, wir haben sehr viele traditionelle Veranstaltungen und das, die Kirmes, das ist eine von diesen. Vor 10 Jahren haben wir uns beschlossen, dass wir dieses Fest wieder neu beleben und den Kirmesbaum, wie man das schön schwäbisch sagt, von hier, vom Schwabenhof bis zum Sportplatz die Jugendliche tragen und dann wird er dort aufgestellt und bleibt dort bis zum morgigen Nachmittag, wenn das Kulturprogramm ein Ende hat und zum Schluss nehmen wir wieder den Baum heraus. Heute haben wir, hier sind die Vorbereitungen schon, haben schon begonnen und danach machen wir den Spaziergang mit Musik und mit der örtlichen Tanzgruppe bis zum Sportplatz und dort mit Musik und Tanz wird der Kirmesbaum aufgestellt und danach haben wir ein kleines Gastmahl mit Kuchen, Getränke und Fettbrot mit Zwiebel, mit Zwiebel. Also dort werden die Gäste empfangen und danach, heute Abend um 9 ungefähr, beginnt der Kirmesball, auch dort auf dem Sportplatz. Die Vorbereitungen mit den Kindern haben zu Beginn des Sommers im Rahmen eines Volkstanzlagers angefangen. Grundschulkinder aus Bavalz und der Umgebung kamen, um mit Nikolett Zivkovic, Volkstanzlehrerin, zu tanzen. Die Veranstaltung am 19. August war etwas Besonderes, da die Tänzerinnen und Tänzer zum ersten Mal in Volkstracht auftraten. A mai alkalomra már elkezdtük július elején a felkészülést, ugyanis volt egy tánctáborunk, a második bavarci gyermektánctábor, ahol valójában az MNDKT gyerektáncosai vettek részt, és minden évben volt egy témánk, és az idejében a búcsút választottuk témának, részben azért, mert úgy szoktuk felosztani, hogy egy magyar, egy sváb program van táboronként, és akkor a sváb jött, de alapvetően azért is, mert szerettem volna, hogyha a gyerekek most már ilyen kicsin is megismerik a Bavalzi búcsú hagyományait, úgyhogy egy sváb koreográfiával készültünk, alapvetően nem kötődik a búcsúhoz, de azok a táncok, amelyek ezen az ünnepnapokon elő szoktak fordulni. A mi korosztályunk az 6 és 12 éves kor között van, vannak felsősök, vannak alsósok, a zöme Bavalzi, viszont nagyon örülünk neki, hogy a környékbeli gyerekek is nagyon szívesen járnak hozzánk táncolni, és büszkén veszik fel a Bavalzi népviseletet, de azt el kell mondanom, hogy a legtöbb olyan gyerkőc, aki nem Bavalzi, őnek ki van egy babarci kötődése, akár egy nagymama, akár egy unokatesó, és ma van az első alkalom, hogy végre svábruát adhatunk a gyerekekre, eddig kékfestőben táncoltunk, és most már tervek szerint készülni is fog nekik a saját népviselet is, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy az első babarci búcsús fellépésünkön trachtba vannak a gyerekek. A mai alkalomra vidám sváb táncokkal készültünk, ez tipikusan gyerektáncok, amiket mi hoztunk, illetve már megpróbálkoztunk egy önálló polkával is, aminek az akadályát nagyon jól vették, és a holnapi műsorra pedig a helyi programszervezőtől kaptunk egy felkérést, hogy mi lenne, hogyha valami olyat hoznánk, ami az István a királyhoz kötődik.
és így választottuk akkor a rockoperából az Oly távol vagy tőlem című koreográfiát, amiben egy ilyen kis fiús kardozós, lányos, táncolós jelenet lesz benne. A gyerekeknek nagyon tetszik, úgyhogy ha ők meg vannak elégedve, akkor én is, és reméljük, hogy holnap a közönség is meg lesz elégedve. Es ist sehr wichtig, junge Menschen so früh wie möglich einen Einblick in die Kultur zu geben. So können sie von klein auf Teil einer Gemeinschaft sein, sagte Nikola Zsivkovic. Én ezt alapvetően én ebben nőttem fel. Tehát az én volt tánctanárom, most jelenleg pedig kolléganőm Wölflinganet ugyanezt adta nekem, és amióta az összemet tudom, azt mondják, hogy kiskorban kell elkezdeni, és igaz, tényleg igazuk van, mert kiskorban már egy olyan erős alapokat kapnak, és egy olyan erős baráti társaságnak lehetnek a tagjai, ahonnan nem is az, hogy nehéz kiszakadni, nem is akar az ember kiszakadni, és én ezért örülök neki, főleg azoknak az alkalmaknak, ami például egy ilyen búcsú, vagy akár milyen másik rendezvény, mert a gyerekek jól érezhetik magukat, igen, megcsináljuk azt a 10 perces szereplést, de azután szabad a pálya, lehet játszani, lehet barátkozni, és az, hogy péntekenként ők egy órán keresztül együtt dolgoznak, én úgy gondolom, hogy ez már az is nagyon sokat számít. Am Montag lag der Schwerpunkt auf der ungarischen Nationalität, während die Besucher am Dienstag die ungarische Kultur kennenlernen konnten. Dank des bunten Programms war für jeden etwas dabei, denn neben den Tanz- und Musikdarbietungen hatten die Organisatoren auch ein Fußballspiel für die Interessenten angeboten. Miután elindultunk innen a Schwab udvarból, a sportpályán felállítjuk a búcsúfát, ott akkor azt megünnepeljük és körbe táncoljuk, este pedig egy bállal zárjuk a mai napot, egy búcsúbállal, amit a Royal zenekar fog játszani. Másnap reggel 9 órától térzene lesz a templom téren, majd ezután egy szent mise. És a 20-ai műsor az pedig először egy futballmérkőzéssel kezdődik, Babarcaik rangadó mérkőzés, szomszéd települések mérik össze a futballtudásukat, és 6 órakor pedig a kulturális műsor lesz, ahol a gyerekekkel szintén fellépünk, illetve egy vendégcsoportot és egy vendégművészt hívtunk, és a műsor végén kitáncoljuk a búcsúfát. Diese kulturellen Veranstaltungen sind wichtig für das Leben im Dorf, da sie wesentlich zur Bewahrung der Traditionen beitragen. Da die ungarische Kultur in Bavac bedeutend ist, legt die deutsche Selbstverwaltung großen Wert auf diese Veranstaltungen. Ich denke, das ist ziemlich wichtig, schon für die heutige Zeit, für diese Zeit, damit unsere Kinder das alles mitbekommen, die Jugendlichen, wie das früher mal war, denn heutzutage sind ja diese Sachen nicht mehr so, wie das einmal früher war. Und wir freuen uns sehr, dass unsere Kinder schon vom Kindergarten an in diesen sich hineinbeleben können. In der Tanzgruppe, dann mit der Sprache auch. Schon im Kindergarten wird Deutsch unterrichtet, dann in der Schule geht das weiter. Und in der Tanzgruppe, da machen diese traditionellen Tänze, die früher mal im Bobarts getanzt wurden, sind gesammelt. Und auch die Lieder, Texte, alles hier zusammengebracht und das tanzen und singen dann unsere Kinder. Am zweiten Tag des Programms, dem 20. August, begannen die Aktivitäten auf dem Kirchenplatz. Auch an diesem Tag wurden die Interessenten mit einem bunten Kulturprogramm erwartet. Augusztus 20-a nemzeti ünnep mellett a Babarci Szent István Római Katolikus templomnak a ünnepnapja és egyben búcsú napja, ugye, hogy hagyományos elnevezésként. Nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik itt a Babarci búcsúi rendezvények. Több évvel ezelőtt a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét felelevenítette a búcsúfaállítás hagyományát. Azt minden évben ugyanúgy megrendezzük, a búcsú előtti este történik ez, akkor azután általában egy búcsúbá szokott lenni, ez tegnap este szintén ugyanígy volt, és a 20-ai ünnepnapon akkor délelőtt van egy ünnepi szentmise, amit megelőz a helyi fúvószenekarnak a térzenéje, és akkor délután az esti órákban általában egy kis kultúrműsorral szoktunk készülni itt a helyi lakosságnak, illetve az érdeklődőknek.
Idén úgy döntöttünk, hogy vidéki fellépőket hívunk, ugye nekünk nagyon, nagyon jó kulturális életünk van a faluban, két táncsoportunk van, két zenekarunk van, kórusunk van. Idén mégis úgy gondoltuk, hogy a helyiek kapjanak egy kis pihenőt, kivéve a kis törpe táncsoportunkat, a legkisebbeket, ők föl fognak lépni a mai műsorban. Újbezdámból érkezik egy táncsoport hozzánk, és a Tarlós Ferenc fog egy műsort adni a vendégeknek. Am Dienstag wurden auch Künstler von jenseits der Grenze begrüßt. Der Jugendtraditionspflegende Verein von Újbezdán trat mit einem bunten Repertoire auf die Bühne. Tünde Zsivics-Sipos, die Vorsitzende des Vereins, sagte, dass es für junge Menschen wichtig sei, in ihrem Vaterland aufzutreten, denn so entstehe ein Gefühl der Identität. Horvátországból, Újbezdánból érkeztünk. Ez egy kis magyarok lakta település a határ mentén, Beremend alatt. Először jöttünk Babarcra, most kaptunk először meghívást, de nagy örömmel készültünk erre a mai napra, és örülünk, hogy épp Szent István napján mi is itt Magyarországon, az anyaországban tudunk szerepelni. Az egyesület, amelynek a táncosait hoztam, az Újbezdán Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület. Ennek keretében vannak gyermekek, akik táncolnak, énekelnek, zenélni, népzenélni tanulnak, és hát az ifjúsági csoporttal jöttünk ma fellépni ide a búcsúra. Magyar táncokat hoztunk, ugye határon túli magyarok lévén igyekszünk gyökereinket, magyar kultúrát tápolni, és felcsíki és mezőföldi táncokkal fogunk fellépni ezen a rendezvényen. Az ifjúsági táncsoportban az általános iskola felső tagozatainak a gyerekei, illetve vannak már, akik középiskolába, gimnáziumba járnak, ők azok, akik alkotják ezt a kis csoportot. Ugye mi egy egész kis közösség vagyunk, alig 200 fős a településünk, és hát nem nagyon van mibe válogatni. Szoktak hozzánk jönni magyarországi tánctanárok, és akkor mondják, hogy jaj, hát ezzel a ballábos, amihez kezdesz, de nálunk egész más töltete van annak, hogy egy gyerek ott akar lenni, akkor mi örülünk annak, mert hogyha elveszítünk valakit, akkor mi egy magyart veszítettünk el általa, úgyhogy amatőrök vagyunk, de annál nagyobb szeretettel ápoljuk a magyar kultúrát. Wir haben den Bürgermeister des Dorfes zu den bevorstehenden Programmen befragt. Die Gemeindeverwaltung des Dorfes hat gute Beziehungen zum deutschen Selbstverwaltung. Sie organisieren oft gemeinsame Programme, sagte József Hárich, Bürgermeister. A következő rendezvényünk az a Szüreti Fesztiválunk lesz, a szeptember utolsó szombatján tartjuk mindig hagyományosan. Annak is már megvan nagyjából az évről évre visszatérő forgatókönyve. Amúgy pedig évközben többnyire az ünnepekhez kötődően, és el lehet mondani, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve szervezzük meg a helyi rendezvényeinket. Jó kapcsolat alakult ki az elmúlt években. Nagyjából rutinszerűen tudjuk már előkészíteni a rendezvényeket. Nagyjából mindenki tudja, hogy mi a feladat, kinek mi a feladat, ki mit vállal, ki miért felelős. És én úgy gondolom, megvan az a kellő háttér is, akik részt vesznek mindig ezekben a rendezvények lebonyolításában. Így mondhatom nyugodtan, hogy gördülékenyen szoktak ezek a rendezvények így lezajlani. Die Feierlichkeiten wurden mit den Austanzen des Kirmesbaumes abgeschlossen. Die Organisatoren freuten sich über die zahlreichen Interessenten an beiden Tagen der Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.